În primul rând, vreau să mulțumesc organizatorilor și în mod special lui Gheonghi pentru că am onoarea să vin aici la dumneavoastră și să îmi prezint punctul meu de vedere în ceea ce privește ciobănescul românesc în general și ciobănescul românesc corb în mod special. Elsősorban meg szeretnék köszönni a Gyöngyinek, hogy lehetősége volt, hogy ide eljöhessen, beszélhessen a román juhász kutyafajtákról, és különösen a korb, tehát ez a holló, tehát ha szóról a szóra fordítsuk, a fekete színe miatt a holló, tehát a korb kutya román juhászról. Datorită faptului că sunt singurul reprezentant al ciobăneștilor românești în mod oficial, o să vreau să vă spun câteva cuvinte și despre celelalte trei varietăți de ciobănești românești. Épp azért, hogy most ő egyedül képviseli a román juhászkutyákot, akkor szeretne mindegyikről egy kicsit szólni, nem csak a korbról, hanem a másik háromról is. După cum bine știți, avem patru varietăți de ciobănești. Ciobănescul românesc mioritic, ciobănescul românesc carpatin, ciobănescul românesc de Bucovina și ciobănescul românesc corb. Amint tetszenek tudni, négyféle, négy fajta román pásztorkutya van. Van a mioritic juhász, a carpatin juhász, a bukovinai és ez a corb. Am să vă prezint un istoric al acestor rase cu câteva particularități ale lor, după care o să vă spun mai multe despre ciobănescul corb. Szeretnék kicsit a történelmiről beszélni ezeknek a kutyákról, a jellegzetességeikről, és azután pedig rátér a korba. Ocupația de bază de-a lungul secolilor în România a fost creșterea animalelor. Fapt ce denotă că oamenii au avut neapărată nevoie de câini. Romániában az elmúlt századokban állattenyésztéssel foglalkoztak, ezért nagy szükségük volt ezekre a kutyákra. Toate cele patru rase au o origine comună, ele fiind la bază oarecum asemănătoare în ceea ce privește fizionomia lor, diferențiindu-le anumite particularități. Mind a négy fajtának közös őse van, de vannak a felépítésükben, amik egy kicsit különböznek. Acum az életmódjukban is. Au existat două tipuri de câini în România, două tipuri de câini ciobănești, respectiv un tip de câine cu mustăți și cu o textură a părului mai aspră, respectiv un păr de capră și un păr mai lung. Kétféle kutyatípus lehetett megkülönböztetni, egy ilyen bajuszosabb fajtát, egy ilyen kecskeszőrű, egy kicsit olyan hosszasabb kecskeszőrű. Și un alt tip de câine cu un păr mai scurt, cu o textură mai fină și cu și fără mustăți pe bot, cu egy rövid szőrű, anélkül ilyen borzos lett volna az orra, egy ilyen rövid szőrű, finomabb szőrű fajta. De ce mă leg eu de mustăți? Pentru că de aici a pornit mioriticul într-o parte și celelalte trei rase în cealaltă parte, diferențierea dintre ele. A négy közül ugye három, amelyiknek nem volt bajusza, arról beszélünk az egyik felé, és a bajuszos, ez a mioritik, az a másik hosszabb szőri típus.
Culorile de bază ale acestor câini erau culorile vechi, adică alb, roșu și negru, cu deviațiile din aceste trei culori. Roșcat spre închis culoarea ursului, roșcat deschis culoarea cărămidei umede, negru mai suriu și un alb așa puțin mai gălbui. Dar culorile derivă din cele trei culori vechi, alb, negru și roșu. Az alapja a színüknek a fehér, fekete és a vörös szín, és ennek az összes változata, ami ebből tudott lenni, azután, tehát a fehérnek ez a bézs-es, halvánsárgás színe, ez az elsötétedő barnás, mint a medveszín, vagy a, tehát úgy mondtam, mint az ázott tégla, tehát szerintem ez nekik egy ilyen meghatározó szín. Acum să le luăm pe rând. Ciobănescul românesc mioritic este un câine care arată așa în ziua de astăzi datorită muncii de selecție pe care au avut-o crescătorii. Kezdeni a mioriticul, amelyik a mostani formáját a selecțiós munkának köszönheti. Datorită este până la ora actuală, adică sigur, este cel mai impozant dintre toți cei patru ciobănești românești, cel mai frumos, cel care se pune cel mai bine în evidență. Fapt ce ne duce la nu, deci fapt care ne duce să-l găsim din ce în ce mai puțin la turmele de oi și mai mult o să-l găsim la paza proprietăților și al teritoriilor, la paza proprietăților, la casă, la... Nu prea mai poate să meargă după oi datorită blănii lui, pentru că el se umple de tot felul de scaieți, de căpușe, ceea ce îi sunt fatale. Tata, legeslegelőször a mioriticról beszélne. Szinte ugyanazt elmondtam el, mint az előbb a kuvaszról, hogy ez a szép formája, a szép szőre miatt ő a legkedveltebb kutya lett, de egyre kevesebbet lehet megtalálni őt a nyájak mellett, inkább az udvarok őrzésére kedvenc kutyának tartsák, mert ugye egy ilyen szép impozáns szőre azért összecsomókásodik, teli lesz bogáncsal, acum am de kicsit csúnya. Referitor la partea a doua, la câinii fără mustăți, vreau să vă spun că în urma procesului de transfumanță, transfumanța reprezintă coborârea pe perioada iernii a oilor de la munte către câmpie. A másik három fajról akar beszélni, az, amelyiknek nincsen bajuszuk, és annak tehát a transzhumáló állattartás, tehát az, amikor a hegyről lehajtsák a mezőkre az állatokat, annak az miatt, na, tehát valahogy úgy ki, annak a hatására. Aici, ca o paranteză, era foarte costisitor să ții oile în zona montană cu nutreți, cu fân, de-aia se duceau la câmp unde mai găseau tot felul de grâuri, de culturi neculese, de porumb, de așa mai departe. Most a transzumálásról mondja, hogy ugye azért hajtották le, mert téli időben a hegyekben nehéz volt az állatokat annyi szénával eltartani, azért inkább lementek a déli vidékekre, ahol több időt tartott az ősz, még ott tart ilyen káposztalapi kukorica szemeket, tehát még volt, amit az állatokkal megetessenek. Și cum vă spuneam, în urma acestui proces, în ciobăneștii noștri s-au întâlnit cu câinii din zona de sud a țării, chiar de, cu câinii din zona balcanică, câini care erau cu o tipologie mai molosoidă, niște câini mai puternici, de culoare gri,
Ennek hatására a hegyekből, amikor a nyájakat lekísérték a kutyák, ezek a kutyák találkoztak a déli, molosszusabb kutyákkal, amelyeknek ilyen szürkésebb színük volt. Fapt ce a determinat creșterea structurii raselor românești în decursul anilor. Ami azt ennek hatására ezek a hegyből lejött kutyák egy kicsit átvettek azokból a kutyákból, egy kicsit a molosszaitságból és kicsit nagyobbak lettek. Astfel, noi aveam două tipuri de câine, ciobănescul românesc mioritic și ciobănescul românesc carpatin. Épp ezért két fajtánk volt, inkább a mioritic kutya és a kárpáti, tehát a mioritic juhász és a kárpáti juhász. În jurul anului 2000, cred că chiar în anul 2000, a 2000-es évben a avut loc selecționarea în vederea omologării provizorie a celor două rase. Tehát a 2000-es években jött a, tehát előtérbe került, hogy ezt a két fajtát ismertessék el az FCI által is. Acolo s-a observat că avem, în ceea ce privește carpatinul, avem două tipuri de câine. Un câine mai lupoid, care s-ar încadra în grupa întâie, și un câine mai molosoid, care s-ar încadra în grupa a doua, în grupa moloșilor. Amikor ez a folyamat elkezdődött a kárpáti juhásznál, akkor kezdték észrevenni, hogy két típusról lehetne inkább beszélni. Egy vékonyabb lupoid alkatról, amely inkább az első csoportba lehetne beszámolni, míg egy moloszosabb pásztor kutyát, amelyik az FCI második csoportjába lehetne besorolni. És așa a luat naștere Ciobănescu românesc de Bucovina. És így lett megszületve a bukovinai juhásznak a megnevezése. La ora actuală, după cum bine știți, ciobănescu românesc mioritic și ciobănescu românesc carpatin sunt omologați și pe plan internațional din anul 2015, iar acum se fac demersurile pentru omologarea definitivă la anul și a ciobănescului românesc de Bucovina. Tehát 2015 óta most már az FCI is elismerte a kárpáti juhász és a mioritic juhásznak a létezését, és most, talán már a jövő évre van az, hogy elfogják a bukovinai juhászt is ismerni. Tehát már útba van. Tehát több mi valószínű egy év, már, év múlva már el lesz ismerve. Și acum să revenim la discuția pentru care am venit eu aici, pentru Ciobănescu Românesc Corb. És akkor most térnénk rá arra, amiért ő eljött idáig a román, erről a negyedik fajtáról, a korbról. Acest câine a existat, cum v-am mai spus, dintotdeauna pe meleagurile noastre și nu a fost evidențiat de nimeni. Ez a kutya már az ősi, tehát a régi időktől megtalálható volt Románia területén, de soha senki nem vette figyelembe. După cum bine vedeți, acolo, în prima imagine, avem o fotografie a Ciobănescului Românesc Corb, care datează din anul 1934, ea a apărut în revista Carpații Noștri. Az az első képről azt kell tudni, hogy egy román folyóiratban már 1934-ben meg volt jelentetve. Mai avem fotografii care se vede că sunt vechi și după, vedeți câinii aceștia negri că erau folosiți de ani de zile la păstorit. Rengeteg ilyen régi kép van még, amiből kettőt itten bemutat, hogy igenis ezek a kutyák a képeken, ott vannak ezek a fekete kutyák, tehát hogy ezek léteztek már több idő óta. Au mai existat tentative de a se pune în evidență acest câine, această rasă, dar toate s-au materializat cu un eșec. Már többször voltak próbálkozások, hogy ezt a kutyát elismertessék, hogy dolgozzanak vele, de mindig kudarcba fulladt ez a vállalkozás. Și acum să vă zic așa o mică întâmplare de prin anii 2007,
când Asociația Chinologică Română trebuia să organizeze campionatul național al ciobăneștilor românești într-o locație undeva la Piatra Neamț sau la Târgu Neamț, mai exact. Most el szeretne egy olyan történetet mesélni, ami 2007-ben történt, és a Romániai Kutya Szövetség szeretett volna egy kiállítást a román pásztorkutyákról szervezni. Atunci am fost contact. Locația respectivă nu a mai fost disponibilă pentru organizarea campionatului și am fost contactat de către conducere să ajut cu o locație de desfășurare a expoziției. Este o kiállítást Piatra Neamțon, ez moldvai részén szerették volna megszervezni, illetve valami probléma a helyszínnel, akkor keresték meg Szevit, hogy nem tudna valamivel segíteni, hogy Lapredeászra, hogy ott az ország szívébe a Predeálon csinálja, szervezze meg ezt a kiállítást. Și atunci mi-a venit mie apa la moară, înțelegi? Am zis... Unde se știu ce înseamnă apa la moară? Végre azi îmi iau bővidere, mai gătacă. Azi îmi iau bővidere, ofer spațiu, dar vreau să prezint și eu câinii pe care îi ia. Akkor azt mondta, hogy jó, elintézi, segít, de akkor neki segítsenek annyit, hogy engedjék, hogy bemutassa az ő kutyáit. Și atunci împreună cu toți proprietarii de câini negri, de corbi, care sunt foarte mulți, ne-am adunat, ne-am comasat și am apărut acolo în prima prezentare cu 60 de câini, la 60 și ceva de câini, 65 sau așa ceva. Și atunci toată lumea a rămas uimită, a zis, da, domnule, asta este o rasă. Ekkor, na, ugye szólt a barátainak, akiket tudott, hogy ilyen ezeket a fekete korp típusú pásztorkutyákot tartották, el is mentek olyan nagyszám, hogy 65 kutya volt megjelenve, és akkor mindenki felfigyelt rájuk, hogy milyen homogén ez a tehát ez a fajta. Igen, és ez teljesen egy külön fajtának szám. És hogy ez egy külön fajtának szám. Lumea a fost uimită pentru omogenitatea rasei, pentru că acești câini semănau unul cu altul. Era o chestie izbitoare, așa de parcă ar fi avut loc selecții de-a lungul anilor. Tehát annyira hasonlítottak ezek a kutyák egymásra, mintha egy több éves szelekciónak a hatására lettek volna kitenyésztve. Și de acolo a plecat rasa, în 2008 a fost omologată provizoriu pe plan național. Tehát innen indult el az egész történet, amikor már 2008-ban Romániában, tehát nemzetileg elismert fajta lett belőle. Și tot de atunci am început să le facem acte, să le eliberăm pedigree, să ne punem cum ar veni în legalitate cu acești câini. Deci atunci a perțul neki fogtak törzskönyvezni őket, na, nyilvántartásba venni, neki fogtak a tenyésztésnek. No, și așa a apărut a patra rasă de ciobănescu românesc corb. Și így így jött létre, így hivatalosan is ezek a fekete kutyáknak a korb pásztorkutya, a negyedik fajtaként. Acum să vă povestesc puțin despre rasa aceasta. Ea este o rasă care se încadrează în grupa a doua a câinilor ciobănești. Este o rasă molosoidă de tip montan. Ezekről a kutyákról szeretném most mesélni, amelyek az FCI második csoportjába, a moloszaidak pásztorkutyák csoportjába tartozna bele. Deci nu sunt hipermoloszoizi, nici nu se duc către grupa întâi, către câinii lupoizi. Sunt undeva mai ușor, așa. Tehát egy ilyen hegyi, könnyebb típusú kutyák, amelyek se nem a moloszoid, de se nem az egyes csoportban ezek a lupoid típusú kutyák közé tartoztak. Egy olyan átmenet a kettő között.
Ca și zonă de proveniență din România sunt zonele carpatice și cele subcarpatice. És az elterjedés, vagy a származású helyük a Kárpátok és annak a déli a szubkárpátice, ilyen a Kárpát-aljai részek lennének. Most már nem a felső Kárpátalja, hanem a Kárpát alatti, tehát a hegyes és a Domsa hegy közötti részekre volt jellemző. De ce îi găsim acolo? Pentru că structura corporală și locomotoria lor le permite să umble în teren cu variații de altitudine. Tehát ez az alkatjuk lehetővé tette, hogy ő ezeken a hegyes dombos vidékeken könnyen élhessen, közlekedjen. Da. Ca și utilități sunt câinii care îi găsim la paza turmelor de oi, la paza cirezilor de vite. Bineînțeles că sunt foarte buni paznici și ai proprietăților. Ezeket a kutyákat megtalálhassuk a juhnyájaknál, a marhacsordáknál, de ez mellett nagyon jó udvarőrző, házőrzők. Da, este un câine iubitor de familie, iubitor de copii. Nagyon szereti, tehát kötődik a családhoz, nagyon szereti a gyerekeket. Ca și tipicitate, după cum vedeți, este un câine masiv, puternic. Amint látszik, azért egy masszív, erős, csontozatú kutya. Revenind un pic la utilitatea lui, chiar vorbeam înainte de începerea discursului și auzeam și la cei care au vorbit înaintea mea, este o mare problemă cu înmulțirea animalelor sălbatice pe teritoriul României. Hát most már a felépítéséről is akarja mondani, de az előző előadóknak is a beszédeiből, hogy mivel egyre több vadállat van a Románia területén. Da, îi găsim din ce în ce mai mult pe la turmele de animale, ei fiind câini care au stat tot timpul lângă oi, nu au fost selecționați pentru frumusețe până acum târziu. Da. Éppen ezért egyre, tehát hogy így elszaporodtak az állatok, egyre több ilyen kutyát lehetett, ugye elszaporodott a vadállat, az emberek egyre többet tartottak, egyre több található meg a nyájak mellett, mind az nélkül, hogy ki lett volna szépségre szelektálva, tehát most még ezeket az autentikus kutyákat lehet megtalálni. Și ca metodă de lucru, ei adoptă o metodă de prevenție a atacului animalelor sălbatice, deci ei stau la oarecare distanță de turmele de oi să prevină intrarea răpitorilor și nu să acționeze după ce aceștia au intrat în turmă și nu mai poți să-i scoți. Tehát ők inkább egy ilyen megelőző, tehát a vadkárt megelőző fajta. Tehát egy annyira megtanulták már a nyájak mellett élni, hogy nem pont a nyáj mellett, hanem az esztenákat körülvevő fák alatt. Tehát inkább egy megelőző fajta, nem az, hogy már mikor megvolt a támadás, és azután, hogy na most elvenni a megfogott állatot a vadállattól. Tehát inkább azért van, hogy már előre meg tudják előzni ezt a problémát. És távol tartani. És távol tartani. Da. După cum vedeți, ei sunt, v-am mai spus, niște câini puternici, niște câini curajoși. Nagyon erős és bátor kutyák. De ce li se spune ciobănesc românesc corb? Hogy mi nevezik ezt corb román juhásznak? Datorită robei pe care o are de culoare neagră. Elsősorban a fekete színe miatt. Sunt acceptate și marcaje albe, dar în anumite procente și în anumite dispoziții.
De mindez mellett meg vannak engedve fehérfoltok, de bizonyos százalékban és csak bizonyos helyeken. El nu are voie să aibă mai mult de 20% alb pe corp. Nem szabad 20%-nál több fehér szín legyen a testi. Pentru că atunci n-ar mai fi un câine monocolor, ar fi un câine bălțat. Annetan, mert akkor egy, inkább egy ilyen tarka kutya lenne belőle. Albul poate fi prezent doar pe piept, pe labele din față și pe degetele de la picioarele din spate. Tehát a fehér szín csak a mellkasán, az első lábain és a hátsó lábnak a lábujjain szabad csak meglegyen. Albul de pe picioarele din față nu trebuie să se unească cu albul de pe piept, că atunci n-ar da o formă mantalată. Egy pillanat eszem, és a lábon a fehér nem szabad összeérjen a mellével, mert akkor ilyen őrvesség jönne létre. Pátor, szerintre abba csinálva? De te rog. Csak a lábhoz kérnék, és hogyha nincs itt a fehér folt, az hiba vagy nem? A lábán. Gyönnek, nu are alt... E mai bine, da. Tehát az még jobb, hogyha nincs. Az csak a jó. Da. Păi asta vreau să vă spun, că numele îi vine de la pasărea corb. Tata, holorul e un neve și anul și la aban, ugye, hogy más. Cu cât e mai negru, cu atât e mai corect. Și a mine e fecate, annal corecte. Datorită faptului că stă lângă oi și în soare, o să vedem o culoare ușor brună, roșcată a părului. Tehát, hogy sokat ül nyáron a napon, lehet látni egy ilyen vörösebb, kicsit barnásabb szín, tehát ugye van ez a nyári fekete szín. Uitați, deci un câine care este ținut acasă și un câine care e adus de la oi, se vede diferența datorată soarelui. Tehát látszik egy, az első képen egy otthon tartott kutya, míg a másik egy ilyen esztenáról behozott kutya, hogy látszik, hogy a ki a napnak levő kitettségnek egy kicsit mégis van változva. Da, referitor la, să luăm puțin așa proporțiile, după cum vedeți, e un câine foarte bine proporționat, cu o structură osoasă puternică, un cap rotund. Atâta zici că nu poți. Tehát most egy kicsit a felépítéséről, egy nagyon proporcionált, egy ilyen arányosan vannak a testrészei, egy nagyon erős csontozattal és egy nagyon erős feje. Capul lui trebuie să aibă o formă rotundă, dacă vreți să facem o oarecare comparație, ne ducem către capul dogului de Tibet ca și formă. Igen. A fejformának ilyen gömbölyűnek kéne lenni is, hogyha egy ilyen ismertebb fajtát akarna megcélozni, hogy melyikhez hasonlít, az a tibeti masztív lenne. Raporturile trebuie să fie de maxim 1:1, lungimea botului cu lungimea capului, de preferat subunitar, botul mai scurt decât capul. Tehát az arcúri és a fejtetői rész az azért egy az egyben egyforma kellene legyen, de azért jobban, tehát most már szeretik is azt, hogyha egy kicsit az arcúri rész rövidebb kicsivel. O să vă spun acum despre un lucru care pe mine mă impresionează la acești câini, dentiția. Ami nagyon különleges és őt meg fogja ennél a fajtánál, az ennek a fajtának a fogazata. Pentru că am evitat oarecum consanguinizările, nu și-au pierdut dinții și au niște dinții nu numai lungi, ci și foarte groși. Tehát elkerülve ezeket a vonaltenyésztetéseket, nem veszítették el a kutyák ezt a nagy fogat, ami nem csak hosszú, hanem erős is és vastag is. Mușcătura poate fi de trei feluri, foarfecă crește și foarfecă inversă, dar la cele două foarfeci este neapărat să se atingă dinții. Tehát még a harapásnál mindhárom harapás el van fogadva, a fordított, az ollós és az előre harapás, de mind a kettőnél az a lényeges, hogy ne legyen eltávolodva, hanem a felső és az alsó összeérjenek. Tehát ne legyen közöttük rés.
În mai multe detalii despre el ca și structură, ca și rasă, nu mai intru, pentru că dumneavoastră puteți să vă uitați pe Standard la toate acestea. V-am zis doar câteva lucruri ca un istoric și ca niște lucruri care ajută la utilitatea lui. Most nem szeretné belé menni, hogy most egy teljes felépítési leírásban, mert az benne van a fajta leírásban, annak, akit érdekel, utána lehet nézni. Inkább egy kicsit a történetéről szeretett, és ilyen nagy részben, így, nagy vonalokban róla. Uitați, în legătură cu temperamentul, sunt niște câini care cu familia, cu copiii, și-ar da viața pentru ei, sunt foarte atașați. Tehát ezek a képek azt mutatják, hogy nagyon családcentrikus, nagyon könnyen kezelhető, és a családé az életüket is feláldozni. Ca la toate rasele, sperăm să nu își piardă utilitatea, sperăm să nu îi facem câini de apartament, câini de doar de expoziții și să își vadă în continuare de scopul pentru care au fost ei creați de atâtea sute de ani. A céljuk azért azt szeretnék, hogy elkerüljék, hogy ezek a kutyák ilyen apartamentben lakó, ilyen kedvenceknek legyenek tartva. A lényeg az volna, hogy ezeket a kutyákat megtartsák a nyájak mellett, az eredeti környezetükben, az eredeti, amire kell használják őket. Ei deja au început să stârnească interes, chiar și interes internațional. Vreau să vă spun că am dat câini în mai multe țări din jurul României și chiar și mai departe. Pedig a szépsége, most már ezt tett, hogy már hozza magával, hogy az emberek szeretnének vele kiállításra járni, és ezt mutatja az is, hogy már több kölyket adott el a Románia kívül más országokba. Tehát most már kezdték keresni, mint fajtát, hogy megvegyék ezek a kiállítási célokra. Îmi pare rău că nu am așa întâmplări haioase cum a avut prietenul meu Loții să vă povestesc, dar așa e, una caldă, una rece, la una râdeți, la una vă plictisiți. Sajnálja, hogy nincsenek olyan vicces történeteim, mint nekem. Ezért most bocsánat, hogy egy ilyen kell nevetni, és a másik egy kicsit ilyen unalmasa. Eu vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă rog să mi le puneți. Megköszöni, hogy meghallgatták, és várja, hogy tegyék fel a kérdéseket. Nekem van egy kérdésem. Az FC, ez már Standardban van véve, ugye? FC Standardban benne van, ez rendesen. Este făcut la FC Standard? Nu. Nincs az FC-nél még, tehát el akarják ezt is érni, de már mint román nemzeti kutyát, a Román Kutyaszövetségnél létezik, mint román fajta. Szóval, ha én egy ilyen kutyát el akarnám kérni például Szlovákiába, akkor én még náluk nem tudom kiállítani. Tehát, hogy dacă ea, doamna vrea să iei un cățel și vrea să meargă la o expoziție în Slovacia, încă nu se poate să meargă. Ba da. Ba da. De igentu. La rasă ne omologat. La rasă, tată, ne-am... Omologat rațional. Și la mondiale poate să meargă. Még a világbajnokságra is el lehet menni velük. És még kérdés, nem tudok róla egyelőre én, hogy lenne nálunk valakinek ilyen kutyája, hogy ő véletlenül nem tudja, hogy Szlovákiában van-e valakinek ilyen. Tudod ezt, de cse... De cse... Dacă ai dat, știi despre câini care a ajuns în Slovacia. În Slovacia nu. Poate să fie prima. Dar poți fi prima. De lea tu zași. És ha én szeretnék ilyen kutyát, akkor ki ezt fordulhat? Hát hozzá. Akkor ő tenyészt is, ugye? Ő a... Kanisze, cred că numai tu alszik. Nu. Sunt multe, da. Tehát már van több tenyésztő, több kenel van, de ő az apja. Akkor szerintem az idén el fogok oda is látogatni, mert nekem az a kutya tetszik, és akarom látni élőben. Avem club de rasă regisztrat la Asociația Echinologică Română, ca și orice altă asociație teritorială. Saját klubjuk van. Tudom, hogy
treaba merge bine anul acesta, vrea să ajungă pe la voi și să facă rost de una dintre... Mulțumesc! És egy kérdés még, hogy van a másik fajta típusú kutyákra? Szóval például, ha én őt beletenném egy másik fajhoz, én hogy Hát erre fog tudni választani, mert nem csak ezt a fajta kutyát tartsanak, vannak ázsiai, mert megfertőztem. Kumák kutyát szeduk, sikuálc kény. Kumár komportál, de azt a stik, am zis, că ași alte rasă. Eu acum am discutat doar de, doar de ciobănesc cu corp. Eu, cum bine știi, eu am și alte rase și sunt, sunt în colaborare. Tehát össze lehet szoktatni, tehát nagyon jól lehet. Szoktatás kérdés. Respektív, cu asiatic, cu același temperament. Hogy az Ázsiával egyforma vérmérséklete van. Turmenu chiar el, identic. Tehát, hogy azt mondja, hogy a, az ázsiai, tehát a türkmén alabája, mert neki van tőlem olyan, azt mondja, eléggé, mintha egyforma volna. Pentru că niciunul, nici altul nu au influențe din alte rase. Már csak azért is, mert mind a kettő még egy nem, tehát, tehát most a türkmén alabály nem, tehát, hogy nincsenek még keresztezve más fajtákkal, ezt már a közép-ázsiaira nem mondhatja el, csak azokra az alabályokra, amik tiszta alabályai vannak. És mivel hogy ez, ebbe sincsen még más fajták belevíve, ezért egyforma a viselkedésük. Szönkünkkel lukrázza a nekipen, hajta. Tehát egy könnyű falka kutya, amelyik egy csapatban könnyen tudnak dolgozni. És ilyen, hogy például betegségekre hajlamos álljon? Milyen szerintem nem, mert ugye még egy autentikus lábúból növő vicsúni Nu avem, până în prezent, nu avem niciun caz de displazie. Hát mostanig nem tudnak még egy displáziáról se. De amúgy az a hegybe... A... És a harapások meg ezek gyakori a félre. Si... Kassa fie, de acum nu înainte, deci că de strâmb. Ați văzut cu mușcături strâmbe sau ce? Nu. Nem. În X? Nu. Ea întreabă de X, nu? Da, nu, da, nu, de viață, de mușcătură, nu. De viață, nu. Nincs. Nu. Más valakinek van kérdés? Még én egyen van. Véletlenül az a másik három fajta fényképen nincs meg? Nu ai fotografii despre celelalte trei? Nu, pentru că eu nu trebuia să prezint asta, trebuia altcineva și... Azért nincsen, mert még ma lett volna egy előadó a Román Kutya Szövetségtől, aki nem tudott eljönni, és annak lett volna a... Értem. A, ő kellett volna azt a másik három fajtát bemutassa. Csak azért, hogy Köté numány, köté unkú vintpóc zicspesztőtékára. De azt mondja, hogy ha most már elmarad, a, elmarad, csak akkor most már fél ez a kérdés, akkor egy ilyen pár szóban mind a hármat elmondja. Tehát a, az izbannak, dezsákú, tehát a miolitik kutyát, azt úgy kell elképzelni, mint egy bobtélt, csak még nem egy olyan úri kutyát. Hát, most már, de ugye elmondták, hogy ő is halad nagyon arrafelé. Csobanescu de Rusia de Sud. És a dél-orosz kutyával nagyon hasonló. És színe milyen? Fehér? Alb negro, alb gri. Tehát fehér, fehér alapon, szürke és fekete. Inkább ilyen. De nem ilyen torka, hanem inkább ilyen megvannak, mint a türkmék, ugye ez a fejfoltos. És a parmi este foarte astro, cala de capra. Calci părul de capra. És olyan, mint a kecske szőre a szőre. Tehát nem olyan, mint a, nem olyan, mint a komondori, hanem ilyen, ilyen, ilyen kicsit... Durva. Igen, egy kicsit durva, olyan, mint a drót, mint a drót szőrón, és kicsit olyan borcos. Carpatinu. A Carpati juhászról pedig Carpatinu este un, cum să spun, ca duce mult cu, cu vasul, numai că are altă structură a blănii. Și, Nagyon... și bineînțeles culoarea și, și talie. Hogyha szeretné hasonlítani, akkor inkább a kuvaszhoz, a kuvaszhoz hasonlítaná, de ugye másabb a bőre, egy kicsit másabb a szőre,
És a, ugye vannak az ilyen formában, egy kicsit magasabb, kicsit szélesebb. És egy nagyon lupoi, farkas színű kutya. Iar Bucovina este un câine molosoid, de talie înaltă, poate să ajungă la 80 și ceva de centimetri la greabă, în 87, 88. A Bucovina az már egy kicsit ilyen divatosabb, az már nagyobb, az ilyen 80 centis, kicsit molosztusabb. E un câine mai greu, mai greoi. Egy kicsit nehezebb. Nehézkesebb. Visszatértünk így a méretekre, és ezeknek a korboknak milyen a méretük? Ilyen standard méret már van? Hát existe un omări, sau limite de standard. La corb, da. Masculul trebuie să aibă între 70 și 80, ideal 75. Tehát a kanoknak kéne legyenek 70-től 80-ig, de a 75 centi az ideális. Iar femeia trebuie să aibă între 65 și 75, ideal 70. Tehát a 65 és a 75 között a szukák, és a 70-es az ideális szukáknál a marmogossal. Iar greutatea trebuie să fie în raport cu talia. A kilogram pedig a mérethez arányos. De ezek nem ilyen limfatikus kutyák, ugye? No. Nem limfatikus kutyák. Nem. Ezek száraz pász, tehát a, exact. A pásztor kutyákra jellemző az a szárazság. Igen. Exact cum ți-am spus, este molosoid de tip montan, adică ușor molosoid. Tehát egy könnyű molosoid, de ilyen hegyi, ami a kicsi könnyedségét hoz maga után. Da. Én egyet, hogy kérdezek az elnevezésével kapcsolatban, hogy holló, tehát a színére való utalás, ezt a pásztorok is használják rá, hogy korb, ezt a kifejezést? Ez a nume, de corb. Ăsta ați inventat voi sau înainte și ciobanii foloseau aceste nume pentru aceste câini? Majoritatea le spuneau câini negri, le mai spuneau și câini și corbi, dar când am făcut standardul rasei, noi am spus corb. Dar le s-a spus și dinainte, am cules și dinainte. Tehát ezekre csak annyit mondtak nagy fekete kutyák, amikor a de már hallották mástól is, és ezért is adták meg a nevet. Tehát mondták nagy fekete kutyák, de volt olyan is, hogy hallották, hogy mondták, hogy korb, ezért kapta meg ezt a nevet. Esetleg a magának egy egyednek a neve volt az, hogy holló? Mondták, putea să fie că cândva era un câine așa mai cunoscut și numele lui a fost corb și de ar veni de acolo. De la Dracula. Eu cred că sigur că a fost. Lehetséges, hogy volt, mert ugye most az emberek elneveznek kutyákat a színről, tehát most egy fekete kutyára mondták kormos, vagy holló, vagy cigány, vagy ilyen, tehát ezért lehetett, hogy a színéről neveztek el kutyát. A Hortobágyon feljegyezték meg, én is beszéltem olyan öreg juhásszal, hogy a kuvasz név volt az, hogy hattyú. Ugye egy fehér is. Zicea la câinele la cuvos, zicea lebede. No, la román juhászoknál pedig a fehér kutyára használják a belán. És a belán is, tehát az fehéret jelent. Igen, tehát a belán az fehért jelent, csak az a kőine belán, tehát használták ezt a fehér szóra, és az fehérnek mondják románul, hogy belán. Egy kis hozzáfűzést, ha tehetek, hogy a moldovai népballadákban, meg rengeteg ilyen történetek, azok annyira hasonlítanak a mi ős történeteinket, meg ugyanúgy a fehér ló, fia, meg Kaluga Lán, zică mitologia, ce au și românii, mai ales în partea aia Bucovinei României, ca și în Ungaria, 100% că au rădăcini comune, că folosesc aceleași basme, aceleași animale, basme, ca și calul alb. Deci, la oaia cu fața albă îi zice bălă. Și ești fehére. Nagyon hasonló lehet a gyökere, és ezek szerint, tehát ők is ugyanúgy nevezik ezt a színéről, meg a vitikus fehér színről. Hasonló gondolkozás. Igen. És még kérdezhetek?
A szőre például, én szőrmániákos vagyok, én utálom a kemény szőrű kutyákat. Ő neki milyen típusú a szőre? Olyan, mint az újfullandi például, hogy a poha, vagy inkább ilyen, mint a németi vászé, hogy ilyen... Nem, tehát az előbb mondta, hogy... Nem, mert a kecske az a másik, de pörú. La cineputz a szemény mai tare pörului. Textura? Textura pörului. Ca la ăla de nouă fulant ăsta... Nu, nu. Teranova, nu. Tata, zui fulandire, absolut n-a la tare. Este absolut diferită textura părului de Teranova. El are un păr cu o textură tare, cu supăr. Pe când la Teranova, textura părului este moale. Tata, neki van egy, de neki nagyon erős szőrzete van, nem úgy, mint a... De. És maga a szőr is, tehát a maga a szál is nagyon nehéz ez miatt lehúzza, és egy nagyon erős ajszőrzettel. Jó, fir greo care a törna. És tehát annyira erős a szőr, hogy lehúzza. Tehát nem engedi, hogy ilyen puffos legyen, hanem engedi, hogy lehúzza a szőr. Lateranóban necesită toaletás, de e așa. És például őket inkább használják őrzésre, vagy pedig tereli anyára? Nem tereli anyára. Nem tereli anyára, őrzésre van. Mulțumim frumos, vă mulțumesc mult și vă mulțumesc și vouă că v-ați ajutat.